Akár a profi életmentők létra és kötél segítségével húztak ki a beszakadt korcsolyázót az elítélt rabba a Kaposvár melletti Desedatóból. Azt mondja, közben recsegett körülötte a jég. Az elítélt férfi december óta van otthon lábán nyomkövetővel. Szabadulásuk előtt fél évvel olyan elítéltek élhetnek ezzel a lehetőséggel, akiket kevesebb mint 5 évre ítéltek és nem erőszakos bűncselekményt követtek el. Tűzoltók húzzák ki a létrába kapaszkodó korcsolyázót, miután beszakadt alatta a jég. A férfi életét egy elítélt mentette meg, aki a kutyáját sétáltatta a Kaposvár melletti Desedató mellett. Látta a bajba jutott korcsolyázót, azt mondja, párja hívta a mentőket és a tűzoltókat, ő pedig létrát és kötelet kért egy tóparti házban, azzal próbált segíteni. 4 méteres létrára rákötöttem még egy olyan 10 méter madzagot, és belögtem az úrnak, és mondtam, hogy fogja meg, kapaszkodjon bele, és akkor kihúztam. A távolban 2 apró pont, a mentés pillanatait látják. Az egyik a beszakadó korcsolyázó, a másik a segítségére siető elítélt. Azt mondja, lassan térdre ereszkedve közelítette meg a léket, közben recsegett, ropogott alatta a néhány centis jég. Ott bent már elég vékony volt, 3 centi volt ott a jég, ropogott, pattogott végig. A férfi azért lehetett otthon, mert úgynevezett reintegrációs őrizetben van. Olyan elítéltek élhetnek ezzel a lehetőséggel, akiknek már csak fél év van hátra a büntetésükből. Nem erőszakos bűncselekményt követtek el, korábban nem voltak büntetve, és kevesebb mint 5 évet kaptak. GPS-es nyomkövetőt szerelnek a lábukra, amit mindig viselniük kell. Van egy zóna kijelölve, és ezen a zónán belül tartózkodhatnak, de munkát is végezhetnek, oktatásra járhatnak, és természetesen egészségügyi intézetbe is el tudnak menni. Ezek a felvételek tavaly év végén készültek. Tűzoltók gyakorolták a jégről mentést Budapesten. Látszik, hogy ugyanazzal a módszerrel húzták ki a légből a búvárt, mint Kaposváron. Kötelet kötöttek egy létrára, ezt tolták oda a léghez. A tóparti ház udvarán létrák, innen kért segítséget a mentéshez. Én csak egy ólítással lettem figyelmes, hogy a szomszédom volt itt, hogy valami nagy baj van, és akkor jött, szaladt hozzám, hogy Feri hozza a létrát, mert nagyon nagy baj van, mert valaki beszakadt a jégbe. És láttam, hogy valaki bugdácsolotta. Jó van. Úristen! A helyiek azt mondják, a Desedán néhány napja még hullámzott a víz, olyan erős szél volt, ami feltörte a jeget. Úgy tudjuk, tábla is jelzi, hogy tilos korcsolyázni a tavon.